Hagyományosan a legalacsonyabb átlagos nettó fizetések jellemzik országos szinten szabolt szatmán bereg megyét. Bár az elmúlt évek lendületes bérnövekedéséből az itt dolgozók is részesültek, a változás mértéke rendre az alacsonyabbak közé tartozott. Ez pedig azt eredményezte, hogy alig sikerült az elmúlt időszakban közelebb kerülni a fővárosi fizetések szintjéhez, sőt még az országos átlaghoz mért elmaradás is 30%-on stagnál évek óta. A Központi Statisztikai Hivatal napokban kiadott jelentése alapján az idei első negyedében szabolcs megyében az átlagos nettóbér 176 ezer forint volt, ami az előző év azonos időszakához mérten 9%-kal magasabb. Az itt élők ugyanakkor még mindig majdnem 80 ezer forinttal kevesebb pénzt vihetnek haza az országos átlagnál. Egy évvel ezelőtt ez még csak 72 ezer forint volt, írja a Management Fórum. A fővároshoz képes pedig még ennél is sokkal nagyobb a keleti megyére jellemző nettó lemaradás. Közel 80 kal 140 ezer forinttal magasabb a budapesti kereset a Szabolcs megyeinél. Az pedig a cikk szerint egészen megdöbbentő, hogy a keleti megyében jelenleg is jellemző nettó bér továbbra is csak a 10 évvel ezelőtti fővárosi nettónak felel meg. Noha ezen a téren egész szélesre nyílt az olló, az alapélelmiszerek árai között távolról sem figyelhető meg ekkora különbség. Ugyanazt a termékkört ugyanis lényegében pont ugyanannyiért tudja egy Szabolcs megyei dolgozó megvenni a helyi üzletben, mint egy budapesti. Mindez pedig azt eredményezi, hogy értékét tekintve sokkal nagyobb a keleti megye átlagos nettójának leszakadása a fővárosi viszonyokhoz képest összegzi az m4.hu. Az év első negyed évében egyébként Budapestet, Györmoson, Sopron megye, majd Fehér és Komárom Esztergom követte az átlagkereseti toplistán, melynek végén Szabolcs megye áll, Nógrád és Békés mögött. Az viszont kedvező változásként is értékelhető, hogy egyre több megyében haladja meg az átlag a lélektani 200 ezer forintos határt.